Újabb gép érkezett a meglévő helikopter mellé. A tavalyi év volt a legmelegebb, egészségfejlesztési stratégia Karcagon, több beruházás is zajlik a városunkban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. január 15-én 18 óra 5 perckor. Újabb gép érkezett a meglévő helikopter mellé. Vándor Károly repüléstörténész a Szovjet Repülőtér Titkai Múzeumban a részletekről az egyik tulajdonostársat, László Mihályt kérdeztük. A MiG-21-es vadászrepülőgép 1979-ben érkezett az akkori Magyar Néphadsereg Honi Légvédelmi Repülőcsapataihoz Pápára. Ez az utolsóként leszállított MiG-21-es BIS-típusú repülőgépek egyike. 1998-ig repült a Magyar Köztársaság akkori légierejében. Pápán szolgált, de volt Taszáron is. Mióta kivonták, azóta Pápán tárolták. 98-ban leállították, kifogyott belőle gyakorlatilag az üzemidő, és azóta tárolásra került a pápai reptér különböző pontjain. Társaimmal idén októberben hoztuk el, hatástalanítva lett hivatalosan, és a mai nappal került leszállításra ide Berekfürdőre a Szovjet Repülőtér Titkai Múzeum területére, ahol egy új tárlat tagjaként lesz látható. Jelenleg a repülőgépet a úgynevezett téliesítési folyamat keretében az érkezést követően gyakorlatilag abba az állapotba hozzuk, amivel most itt ezt a zord időjárást ki fogja majd bírni, és tavasszal megkezdjük a teljes restaurációt. Ennek a várható ideje 1-1.5 év is lehet akár. Ez alatt az idő alatt kapja majd meg az új festését, ami gyakorlatilag egy korábban viselt festés variáció valamelyike lesz. Ezt majd a tulajdonostársakkal megállapítjuk, hogy melyik. Teljesen rendben lesz hozva. Ez azt jelenti, hogy nem lesz továbbra sem hadrafogható, sőt, ugye hivatalosan röpképtelen illettéve, de gyakorlatilag a látogatók egy 100%-ban körbejárható és kívülbelül megtekinthető gépet fognak látni. A restaurálása során gyakorlatilag a külső lemez kell rendesen úgy előkészítenünk egy teljesen új festésre, ami részlegesen volt kihívás a helikopternél. A helikopternél a kihívás a helikopter forgószárny lapátjai, farok légcsavarjának visszahelyezése, illetve a műszerfalának a teljes komplettírozása. Itt is komplettírozni kell a műszerfalat, hiszen a közel 20 évnyi szabad ég alatt állás, eltűntek belőle dolgok, de ez a folyamat meg lesz, és gyakorlatilag úgy néz ki, hogy szerintem egy olyan 1-1.5 éven belül teljesen komplett lesz a repülőgép. A tulajdonostársak Vándor Károly, Kisdeák Lajos, Gazsó Krisztián, Szabó Dániel nevében Lackó Mihály, aki mellett állt egy lelkes csapat. Domján Zoltán, Apagyi Zoltán, Kis Zoltán, Varga György vesz részt a munkákban, és alkalomattán csatlakozik majd Vince Ferenc és Darabos Erika Kecskemétről is. Én már a 80-as években különböző repülőterek környékén gyerekként már ott túlálkodtam. Jó magam egyébként repülőgépész technikusként végeztem még annak idején a középiskolában repülőgépszerű, illetve repülőgépész technikusként. A repülés mindig is nagy szerelmem volt, nem csak nekem, hanem gyakorlatilag a társaimnak is, akikkel együtt döntöttünk úgy, hogy ez a repülőgép beszerzésre kerül. Teljesen azonos az érdeklődési körünk, nagyjából a korosztály is egyforma, és gyakorlatilag úgy, ahogy azt a helikoptert megcsináltuk hosszú évek alatt, ugyanúgy ezt is ugyanazzal a lelkesedéssel és szenvedéllyel csináljuk. Úgyhogy gyakorlatilag a Karesznak nem véletlenül vagyunk a barátai, mert ugyanaz a felfogás és ugyanaz az érdeklődési kör megvan. Ahogy kivesz részt a munkában, az eleve egy nagyobb csoport, viszont a tulajdonos társaim ők Kisdeák Lajos, Gazsó Krisztián és Szabó Dániel. Még rajtam kívül a csapat többi része pedig Domján Zoltán, Apagyi Zoltán, Kis Zoltán, gyakorlatilag egy csomó Zoltán, illetve Varga György, és még mindenki, aki ehhez a társasághoz alkalmasint csatlakozik, úgy, mint Vince Ferenc, illetve nem is Darabos Erika Kecskemétről. Tehát gyakorlatilag egy eléggé széles körű társaságról van szó. Ez a kemény mag, ez a helikopternél is ugyanígy kivette részét a munkából, gyakorlatilag folytatjuk tovább a múzeum fejlesztését és bővítését. A tavalyi volt a legmelegebb év 1901 óta Karcagon az eddigi észlelések szerint.
Az első 10 legmelegebb év közül 8 az ezredforduló utáni évek közül került ki. A melegedés mértéke a múlt század elejétől 1,3 fok, ami a globális melegedés mértékét is meghaladja némileg. 2019 középhőmérséklete országos átlagban 12,19 Celsius fok volt. Ez az 1981-2010-es normál értéket 1,87 fokkal múlja felül. A tavalyi év a szokásosnál kisebb hidegebb januárral kezdődött, majd a február rendkívül enyhe és száraz volt. Februárban 3 fokkal alakult a sok éves átlag felett a havi középhőmérséklet, többször napi meleg rekordok is megdőltek. Márciusban is szokatlanul meleg volt. Az 5. legmelegebb 1901 óta, emellett rendkívül száraz is. Az 1981-2010-es normál érték harmadát sem ért el a havi csapadékösszeg országos átlagban. Április elejére kiterjedt területeket, főként az ország déli tájait sújtotta aszály. Csak májusban volt hidegebb a sok éves átlagnál, mintegy 2,5 fokkal. Frontátvonulások, hullámzó frontrendszerek, majd az ország fölé húzódó mediterrán ciklon okozott az átlagosnál jóval hűvösebb, csapadékos időjárás sokfelé záporral, zivatarral, viharos széllel, jégesővel. Május elején hideg rekordok dőltek meg. 2019 májusában a szélsőséges tér és időbeli eloszlásban az országos csapadék több mint duplája hullott, így 2019 a harmadik legcsapadékosabb május volt 1901 óta. A nyár rendkívül meleg volt, a második legforróbb 1901 óta. A nyári hónapok közül június új rekordot hozott. 3,6 fokkal múlta felül a sok éves átlagot. Június 15-én és 16-án is megdőlt az országos napi maximum hőmérséklet rekordja. Így a birkafőző versenyen is kellemes idő volt, bár estére lehűlt az idő. Az átlagosnál kisebb melegebb július után augusztus 10 és 12 között újra egy hőségperiódus alakult ki, majd a hónap utolsó dekádja is kánikulával telt. Vizsgálati tapasztalatok azt mutatják, hogy Magyarországon a lakosság egészségi állapota, a megbetegedési és halandósági mutatók, a természeti és a környezeti minősége, tisztasága jelentősen elmarad az Európai Unió tagállamaiban tapasztaltaktól. Ezek a tényezők városunkra, Karcagra is igazak. A meglévő állapoton változtatni kell, de ehhez városunk lakóinak, a civil szervezeteknek és az intézményeknek az életminőség és az egészséges életmód kiterjesztésében össze kell fogniuk. Az egészségügyi mutatók alapján szűrővizsgálatokkal időben felismerhető, jól kezelhető daganatos betegségek tekintetében igen rossz a szűrési statisztika. A javulás a komoly erőfeszítéseket igényelne, mivel elsősorban a lakossági együttműködés hiányát mutatja. A város nem kis anyagi áldozattal biztosítja helyben elérhetően például az emlőszűrést, mégsem vesznek részt rajta elegen. Célul tűzték ki, hogy az alapellátással együttműködve a szakellátással elősegítik a lakosság tájékoztatását a szűrővizsgálatok igénybevételére. Ilyen szóróanyagok terjesztése, felvilágosító előadások szervezése, lebonyolítása, a város telekommunikációs lehetőségének kihasználásával. Hangsúlyosak az előzőekben bemutatott népegészségügyi szempontból is kiemelt betegségcsoportok. Nem jelenik meg a statisztikában tételesen, de Karcagon is komoly gond, hogy növekszik a szájüregi daganatok száma. Ez elsősorban a rossz szájhigiénai következménye, továbbá a fogászati kezelések ellenőrzésének elkerülése. Pedig a fogorvosnál időben felfedezhető egy kezdődő szájüregi daganatos elváltozás, amely még időben kezelhető lenne. Az óvodákban, iskolákban folyamatosan nevelik a gyerekeket a helyes fogápolásra, továbbá az iskola fogászati kezelések is biztosítottak ingyenesen. A felnőttek esetében jelentkeznek a gondok, kialakuló rossz szokásaikat kellene befolyásolni. Célul tűzték ki, hogy az iskolákban fogápolási kampányt szerveznek a főállású iskola fogász és a védőnők bevonásával. A felnőtt lakosság esetében a jogszabályok tükrében egyre kevesebben engedhetik meg a költséges fogmegtartó kezeléseket. Az egészségfejlesztő programjaink keretében előadásokkal próbálják felhívni a figyelmet a rossz szájhigiénia következményeire és a szájüregi daganatok megelőzésére.
Az egészségterv további építő ötletek befogadására alkalmas, továbbfejleszthető, változtatható, mind az aktuális feltételek és a körülmények függvényében. A felmerülő lakossági igények, anyagi lehetőségek és források, pályázati lehetőségek, lakosság aktivitása, bevonhatósága. Az egészségterv a megvalósításban, illetve további programelemek beillesztésében, a prioritások felállításában támaszkodik a közreműködő szervezetekre. Az egészségterv készítésének, fejlesztésének célja Karcagváros fejlődését szolgálni a 21. században, hiszen az egészség a társadalomnak egyre inkább felértékelhető közjava. Tájékoztatta televíziónkat Szalai Anna Mária. Hírstúdiónk vendége Dobos László polgármester, akivel többek között a városban zajló fejlesztésekről és az idei tervekről beszélgettünk. Mai vendégünk Dobos László, Karcagváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester urat, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat egy évvégi évértékelő interjúra. Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket, nagy szeretettel köszöntöm Önt is, és természetesen köszönöm a lehetőséget, köszönöm a meghívást. Milyen célkitűzésekkel, hogyan indult a 2019-es év? Minden év eleje természetesen a költségvetés megtervezésével kezdődik, annak az összeállításával, hiszen a költségvetés ad és biztosít lehetőséget arra, hogy az egész évben munkálkodjunk. Ez az alapja annak, hogy jól végezzük a munkánkat, és megvalósíthassuk azokat a terveket, amiket összeállnak a fejünkben, amit egy komoly csapat tervez meg. Tehát a költségvetés elkészítése indítja minden évben azt a munkát, amire szükségünk van. Ebben az évben melyek voltak azok, talán ha lehet így mondani, a legfontosabb fejlesztések, beruházások, amelyek a városban történtek? Nagyon-nagyon sok beruházás zajlott, fejeződött be, illetve most is zajlik a városunkban. Csak néhányat említenék ezek közül a teljesség igénye nélkül, mert valóban rendkívül szerteágazó. Hát a legfontosabbak, a legnagyobbak voltak természetesen. Ilyen volt a rendőrség épületének a átadása, hiszen ez egy régóta várt olyan épület, intézmény, ami a közjavát szolgálja, és hát tudjuk nagyon jól, hogy a városháza épületszárnyában volt elhelyezve a rendőrség, és az már nem volt megfelelő arra, hogy ott rendesen, jó körülmények között végezhessék a munkájukat, úgyhogy egy régóta várt óhajunk teljesült ezzel, hogy az átadásra kerülhetett. De ide sorolnám mindenképpen egy munkahelyteremtő beruházást, ami nagyon-nagyon fontos Karcag számára, hiszen az is egy látványos épület, ami rögtön szembe tűnik a távolabbról érkezőknek is, ez a úgynevezett karcagi rizshántoló malom, amiből egy kukoricamalom került kialakításra, közel 2 milliárdos forint beruházásról van szó. Ez nem csak azért fontos, mert mezőgazdasági jellegű városról lévén szó, itt segíti az itt élők és a környékben élőknek a munkáját, illetve a megtermelt kukorica feldolgozását, hanem még munkahelyet is teremtett. De nagyon-nagyon látványosak voltak szerintem, és hasznosak azok az építkezések, ami a zöld város, Karcag zöld város elnevezését is viselheti magán, hiszen a főtérnek, a belvárosnak a rehabilitációja zajlik most is, és hát itt is nagyon-nagyon sok olyan épülettel gazdagodtunk, és olyan térburkolattal gazdagodtunk, ami kényelmesebbé és szebbé teszi az életünket. De nagyon fontos volt például az intézményrendszerünknek a fejlesztése is, és itt a Zöldfa úti óvodát tudnám kiemelni, ami egy befejezett beruházásként élhetünk most már meg, tehát annak a befejezése is megtörtént. A 2019-es év költségvetés tekintetében hogyan alakult? Én úgy gondolom, hogy a terveknek megfelelően. Tehát itt mindig van egy bevételi és egy kiadási oldal, ezt kell természetesen összhangba hozni, oly módon, hogy ott a kötelezően
kötelező feladatokat, illetve az önként vállalt feladatokat is a lehetőségekhez képest meg tudjuk oldani. Természetesen ez az egyensúly megtartás ez soha nem könnyű, hiszen a kiadások azok általában mindig jobban előtérbe kerülnek, a bevételeket azokat nehezebb realizálni, de kötelező ezt oly módon megcsinálni, hogy nullára fusson ki, tehát mi semmiképpen nem akarunk és nem is vettünk fel hitelt, nem szeretnénk semmiképpen adót emelni, nincs is ilyen a terveink között, tehát tulajdonképpen a bejövő pénzekből kell gazdálkodnunk, ez természetesen sokféle részből tevődik újfent össze, ezek a normatívák, aztán a saját bevételeink, de az összhangot mindenképpen meg kell teremtenünk nagyon jó gazda módjára, hogy valóban a vágyainkat is el tudjuk érni, hiszen azon túl, hogy intézményrendszereket tartunk fent, természetesen olyan feladatokat is el kell látnunk, ami várossá teszi egy várost, tehát ezek általában az önként vállalt feladatok, ami kevésbé hoz pénzt, de nagyon fontos olyan szempontból, hogy az emberek jól érezzék magukat ezen a településen. Polgármester úr, én köszönöm szépen, hogy stúdiónk vendége volt. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!